Lator László 1927-ben született a mai Ukrajna területén található Tiszasasváron. Már fiatal korában családjával makóra került, mikor a háború szörnyűségei elől apai nagynénje házában leltek menedéket. A makon kulturális élet hamar magával ragadta, középiskolai évei alatt egyik osztálytársával irodalmi kört alapított József Attila körnéven, ami aztán túlnőtt a gimnáziumi kereteken. Buzgóságának és tehetségének köszönhetően hamar felfigyeltek rá a város neves írói és költői, Juhász Gyula, Móra Ferenc és József Attila is a pártfogásukba vették a kört. Első verses kötete már 1949-ben elkészült, ám csak 1969-ben vehette az kezébe a nagy közönség. A József Attila Múzeum munkatársai 90. születésnapja alkalmából köszöntötték fel Lator Lászlót, emlékezve a költő makói éveire, pályafutásának kezdeti lépéseire.